Szép estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Varga Tamás honvédelmi miniszter helyettes Székesfehérvár országgyűlési képviselője meghívására. Városunk vendége volt Gulyás Gergely, a Fidesz-KDNP frakció vezetője. A két politikus előadásában a migráns kérdést, a brüsszeli kvótarendszer döntést, illetve a nemzeti konzultációt érintő kérdéseket vitatta meg népes közönség előtt. Napról napra válaszokat követel a migráció kérdése. Én azt gondolom, a hiteles válaszokat miniszterelnök úr, illetve a kormány mindig megadja. Ugyanakkor mire számíthat a köznapi ember, hogyan lesz vége, aminek nincs vége értelemszerűen? Szerintem a legtöbb, amit migráció ügyben elérhetünk, hogy azt a jogot kivívjuk magunknak, hogy Magyarország, mindenki elismerje Magyarországnak azt a jogát, hogy mi dönthessünk arról, hogy kivel kívánunk együtt élni, és kivel nem. Mi soha nem gondoltuk azt, hogy ezt a döntést nekünk a németek, svédek, vagy akár a Benelux államok bármelyike helyett meg kellene hoznunk, viszont úgy gondoljuk, hogy Magyarországnak is ez a joga megvan, hiszen amikor beléptünk az Európai Unióba, akkor nem mondtunk le a bevándorlással kapcsolatos döntési hatáskörökről. Éppen ezért Magyarországnak is szabadon kell ebben az ügyben döntenie, ugyanúgy, ahogy mások is szabadon dönthetnek. De ez ma egy vita Európában. Hál' Istennek vannak szövetségeseink, a visegrádi négyek erős szövetségesek, és abban bízunk, hogy ezt a jogunkat el tudjuk ismertetni. Ehhez viszont támogatásra van szükség, társadalmi támogatásra is szükség van. Ezt szolgálta a népszavazást, és ezt szolgálja most a nemzeti konzultáció is, és ezért kérünk arra mindenkit, hogy függetlenül attól, hogy kinek milyen a politikai párt szimpátiája, aki bevándorlás ügyben a magyar kormányt támogatni szeretné, az legyen szíves kitölteni és visszaküldeni ezeket a kérdőíveket. Miként kommentálná a brüsszeli döntést a kvótáról? Azt a veszélyes kísérletet látjuk újra és újra, mind az Európai Bizottságtól, mind az Európai Parlamenttől, hogy valamilyen módon megkerülve a korábbi állam- és kormányfői döntéseket, megkerülve egyébként most már az Európai Néppárt álláspontját is, bizonyos értelemben már a németekkel is szembefordulva, újra és újra lopakodó formában felső korlát nélküli kvótát akarnak Európára ráöltetni. Szerintünk ez nem megoldás. Az elmúlt években bebizonyosodott, hogy igazunk volt, amikor azt mondtuk, hogy végrehajtatlan egy ilyen döntés. 120 ezer embert akartak elosztani, mi ezt elleneztük és ellenezzük. Összesen 24 tagállam, aki támogatta ezt a döntést, egymás között 30 ezer embert tudott két év alatt elosztani, és az ő 90%-uk is újra Németországban van. Tehát ez végrehajthatatlan, működésképpen rossz. A külső határokat kell megvédeni, és arról, hogy valaki menekült vagy migráns, a Európa határain kívül dönteni. Hogyha ez sikerül, akkor utána mindenki eldöntheti, hogy bevándorlókat akar befogadni, vagy nem akar befogadni, de erre vonatkozó kötelezettsége Európának nincsen, a tagállamok szabadon kell, hogy döntsenek erről. A menekülteket meg természetesen eddig is befogadtuk, az egy más helyzet, de menekültnek pedig az első biztonságos országban kell menedéket adni, tehát tőlünk 7-8 ezer kilométerre zajló háborúknál viszonylag kevesen van, akik megfelelnek ennek a feltételnek. A visegrádi négyek együttműködése töretlen, ugyanakkor az ausztriai választások is azt bizonyítják, hogy még van fejlődési lehetőség már mint kiegészítve, illetve még az olasz választásokról kérdezném, mennyire befolyásolhatja ez az osztrák és az olasz választás a visegrádi négyek politikáját, mármint segítséggyanánt gondolom. Az osztrák az egyértelműen segíteni fog minket, ráadásul most már a kancellár jelölt, az eddigi külügyminiszter Sebastian Kurz azt is bejelentette, hogy a Szabadságpárttal szeretne koalíciót kötni, és velük kezdi meg a koalíciós tárgyalásokat. Ez azt jelenti, hogy bevándorlás politikában teljes fordulat várható Ausztriában, gyakorlatilag ott is a magyar álláspont fog érvényre jutni. Olaszország még nagyobb kérdés, ráadásul az olasz külső határok védelme a tenger felől nem biztosított. Azt reméljük, hogy Olaszországban is olyan kormány jön létre, ami képes lesz arra, hogy a külső határait megvédje, és ne pedig az ő határvédelmi képtelenségből eredő migrációs áramlatnak a következményeit kelljen Európának elviselnie. A határrendészeti kérdések rendben vannak. Nemrégvel kaptuk hírül, hogy egyre több önkéntes van, ami szintén megerősíti azt, hogy a mi határjainkon nem lehet probléma. Ugyanakkor hogyan tudunk segíteni déli szomszédainknak? Szerintem déli szomszédainknak is segíteni kellene, de a legfontosabb az lenne, hogy ha lehet, akkor már azt megelőzően segítsünk, hogy akár a Balkánra érkeznek a menekültek, és Magyarország kész erejéhez mérten anyagi áldozatot vállalni annak érdekében, hogy például a törökországi menekülttáborokban élők megfelelő ellátást kaphassanak. Az a véleményünk, hogy még mindig az a legolcsóbb Európának és Magyarországnak is, ha ott próbálunk segíteni, és nem pedig Európában, illetve a határnál. Egyébként Magyarország humanitárius kötelezettségeinek eleget tesz. Magyarország
nagyon sok katonát, magyar katonát küldött háborús térségekbe, tehát nem igaz, hogy mi ne lennénk szolidárisok, de azt viszont szeretnénk, hogyha a saját nemzeti kultúránkat, azt a fajta őshonos nemzetiségekkel teljes politikai nemzetet, ami Magyarországon az évszázadok során kialakult, megőrizhetnénk, és különösen szeretnénk, hogy ebbe külföldről nem szólnának bele. Az előző nemzeti konzultációk pozitív megerősítést adott a kormánynak. Jelenleg mire számítanak? Vannak-e már visszajelzések? Számszerű eredményeket nem tudok, hiszen még nem is kapta meg mindenki ezt a kérdőívet. November közepéig, tehát a következő 3 hétben mindenkihez el fog jutni. December végére, januárra lehet összesítés. Minden egyes visszaküldött vélemény az migráció ügyében a kormány álláspontját erősíti. A nemzeti konzultációval kapcsolatban az ellenzéket megszavazó magyar állampolgárokra is számítanak? Mi mindenkire számítunk, és éppen ezért még azt sem mondtuk soha, hogy aki migráció ügyében bennünket támogat, az egyébként a kormánypártok támogatója lenne politikai értelemben is. Szerintem a magyar választópolgárok bölcsek és higgadtak és józanok. Ha megnézzük, akkor az, hogy ma a déli határzárat szinte mindenki támogatja, az, hogy egyébként tavaly a kvóta népszavazáson 3,4 millióan voltak azon az állásponton, hogy nem fogadhatjuk el a felső határ nélküli kötelező kvótát, ezek mind lényegesen magasabb számok, mind lényegesen nagyobb támogatottság, mint amennyi az egyébként kormánypártok mögött álló választók száma az előző választások bármelyikén. Tehát mi örülünk annak, hogyha vannak olyan nemzeti ügyek, ahol szélesebb körű konszenzus is létrejön, mint amely egyébként politikai pártok mögött létrejöhet, és szerintem a migráció ugye az ilyen ügy. A rekord részétel akkor elképzelhető, hogy megdől, hiszen Európa is figyel most erre a konzultációra. Hát mi a legjobbakat reméljük, de én mindig nagyon büszke voltam akár az alkotmánnyal kapcsolatos, akár a szociális konzultáció kapcsán, amikor több száz ezeren, több mint 1 millióan vettek részt a konzultációban. Ha belegondolunk abba, hogy ez valós aktivitást kíván, el kell olvasni, ki kell tölteni, a postára el kell menni és bedobni a konzultációs ívet, akkor rendkívül megtisztelő, hogy ilyen nagy számban eddig is az elmúlt 7 évben az emberek a közös döntések meghozatalában részt kívántak venni. Államtitkár úr, a brüsszeli döntés nyitottá tette megint a kvótát. Én azt hiszem, hogy a magyar kormány azzal, hogy elutasítja, nagyon fontos lépést tett, hogy egyben ez üzenet is, hiszen mindenki olyan országot épít és él, olyan országban, amelyben egyértelműen az államiság a legfontosabb. Azt hiszem, hogy ez az üzenet itt a fórumon is elhangzott, és azt hiszem, ezt mindenki érteti. Igen, bebizonyosodott, amit mindig is mondtunk, és mindig mindenki tagadta a másik oldalon, akár itt Magyarországon, akár Brüsszelben, hogy nem fognak megállni a felülről zárt kvótánál, amit ugye tudjuk, hogy Magyarország és Szlovákia a bíróságon megtámadott, és aztán a bíróság nem azt mondta ki, hogy a bevándorlókat be kell fogadni, hanem azt mondta ki, hogy jogszerű volt annak a döntésnek a meghozatala, hiszen ezt is vitattuk. Valóban létezik a soros terv, bárki bármit mond, hogy a szélbaronátnak volt egy próbálkozása, hogy közérdekű adatigénylésként kikéri a soros tervet, azt gondolván, hogy az valami bőrbe kötött 100 oldalas tanulmány, amire fel van írva, hogy ez a soros terv. Több részletből tevődik össze, Soros György maga tette azokat a nyilatkozatokat, akár újságoknak, akár máshol mondta el bármilyen fórumon, amiből egyértelmű, hogy az ő és a mögött állók szándéka az, hogy évente 1 millió bevándorlót hozzanak Európába, őket megfelelő anyagi juttatásban részesítsék, enyhébb büntetést kapjanak, és hogy itt éljenek. Nagyon árulkodó volt egy interjúban Niedermüller Péter, a DK képviselőjének válasza arra az újságírói kérdésre, hogy és akkor mi fogja biztosítani azt, hogy a kvóta szerint elosztott bevándorlók azokban az országban maradnak, ahova a kvóta szerint őket beosztották. És először nem akarta megválaszolni a kérdést, végül azt a választ adta, hogy hát a helyhatóságok, magyarul az önkormányzatok fogják tudni ezt garantálni, hiszen a segélyekért az önkormányzatokhoz fognak menni, és ez oda köti őket majd a helyhatósághoz, a helyi önkormányzathoz. Azért volt ez árulkodó, mert fel sem merült benne, hogy ezek a bevándorlók esetleg dolgoznak. A válasz csak arra vonatkozott, hogy majd szociális segélyt kapnak, és ez majd ott tartja őket azon a helyszínen, ahova őket beosztották. És ez azért is riasztó, nem csak azért, mert egy
egy párhuzamos kultúra épülhet fel, hanem eszükbe sem jut, hogy dolgozni kéne, és ezzel felfejtődött a mögöttes cél, hogy ezek a bevándorlók majd azokat segítik, akár választásokon, akár helyhatósági, akár országos választásokon, akik őket Európába behozták. Rendkívül fontos kérdés, azt hiszem a kerítés kérdése, illetve a határrendészet fényesen bevált, tehát remek döntésnek bizonyult. Azzal, hogy most az önkéntesek száma is nő, hiszen ahogy egy beszámolóból már tudhatjuk, újabb nagyszámú önkéntes tesz esküt, azt hiszem, hogy ez sokat segíthet ebben a kérdésben is. Igen, nagyon sokat hallottuk, hogy kerítés nem szabad építeni, mert milyen gonosz dolog, viszont ha másik oldalról nézzük, akkor természetesen minden országnak joga van megválogatni, hogy kiket enged be, ezt teszi mindenki, ezt teszi a magát a legdemokratikusabb országnak nevező Amerikai Egyesült Államok, ahova senki észrevétlenül be nem súronhat, egy határátkelő helyen nem csak az útlevelet és a vízumot kell felmutatni, hanem még fényképet is készítenek és új lenyomatot is vesznek. Tehát mindenkinek, minden országnak joga van, így Magyarországnak is. Működik a hármas határzára, kerítés, ma már megerősítve biztonságtechnikai berendezésekkel is, a jogi határzár és az élő erős, amelyben a magyar rendőrök és a magyar katonák közösen szolgálnak, és elkezdődött az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálat bevezetése, melynek során járásonként terveink szerint ugye az Zrínyi 2026 program 10 évre szól, 10 év alatt 20 ezer tartalékost szeretnénk önkéntes szolgálatra hívni, önkéntes szolgálatra biztatni, és ez természetesen a határmenti járásokban, településeken egy még újabb védelmi vonalat fog jelenteni. A visegrádi négyek elkötelezettsége számtalanszor bebizonyosodott már a csúcs találkozón is, viszont ehhez mennyiben járul hozzá Sebastian Kurz néppártos győzelme Ausztriában? Bízhatunk-e abban, hogy ők is hasonlóképpen gondolkodnak? Minden bizonyal hozzá fog járulni, hogy a visegrádi négyek az első pillanattól kezdve kiálltak Magyarország mellett, mert a másik három ország is itt volt a zászló a kerítés mögött, itt szolgáltak a szlovák, cseh és lengyel katonák, és egyébként rendőrök is az elmúlt időszakban, az osztrák katonák még mindig itt vannak és segítenek. Tehát Ausztria álláspontját és Ausztria hozzáállását a bevándorlás kérdéshez minden bizonnyal a helyes irányba fordítja végérvényesen Sebastian Kurz győzelme, hiszen ő a kezdetektől fogva azt a markáns álláspontot képviselte és osztotta, amit Magyarország. A nemzeti konzultáció mennyiben segíthet ebben, hiszen hát az elmúlt népszavazás, illetve a nemzeti konzultáció is mindig megerősítette a kormányt abban, hogy a választópolgárok zöme természetesen a kormány intézkedéseivel ért egyet. Nagyon nehéz úgy küzdeni valamiért, hogy nem tudunk magunk mögött sok ember véleményét. Ez, hogyha a nemzeti konzultációban megerősítenek minket a magyar emberek abban, hogy ők is úgy gondolják, ahogy a magyar kormány gondolja, ez a miniszterelnök és a kormány pozíciói Brüsszelben és bármilyen más fórumon is erősíti, hiszen 2014-ben, amikor a választások voltak, és ezt a kormányt megbízta Magyarország a kormányzás felelősségével, akkor még nem volt bevándorlás, emlékezünk, ez 2015 elején, közepén érkezett a bevándorlás hullám, tehát ez egy megerősítés, és ezért kérjük a székesfehérváriakat is, hogy amikor a november elején a nemzeti konzultáció hívei megérkeznek, töltsék ki, küldjék vissza nekünk, illetve november 7-én a Hímerházban este 6 órakor vendégünk lesz Hoppá Péter államtitkár úr, kulturális felelős államtitkár társam, országgyűlési képviselő, aki egy fórumot tart, és oda is várjuk szeretettel, és hívom a székesfehérváriakat, jöjjenek el, és beszéljük meg a nemzeti konzultáció ügyét közösen. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra!